Szeles őszi idő fogadta a csapatokat a Mindszenty utcában, ahol a Dunaharaszti a Nagy Kátát fogadta a bajnokság 11. fordulójában. A vendégek elég kiszámíthatatlanul teljesítenek a szezonban, hiszen amíg Gödöllőről egy ponttal távoztak, addig az utolsó helyen kullogó Felsőpakony otthonában sima vereséget szenvedtek, és hazai pályán is csak döntetlenre végeztek a 13. Bugyi ellen. Csapatunk ezzel ellentétben remek formában van. Uralja mérkőzéseit, amelyeket rendre 2-3 gólos különbséggel nyer. A sérültek listája azonban továbbra is nehézséget jelent Ugi Márk vezetőedzőnek, aki a Gyatyel, Csizmadia, Pesti, Fellegi, Vitányi, Bata, Olá, Pataki, Tóth, Szabó, Szalai kezdőt küldte pályára. Csapatunk ezúttal nem kezdte jól a mérkőzést. Az első lehetőségek a nagykátai támadók előtt adódtak. A 8. percben egy fegyívelés után Nagy Bálint került helyzetbe a kihagyó védelem gyűrűjében, de a lövését Gyatyel a kapufára tolta, viszont Szalkait már nem sikerült megelőzni, így korán megszerezte a vezetést a Nagykáta. Két perccel később, Szabó kirúgása után Szalairól jött vissza a labda, de az előre tolódott hazai középpálya hiányában Nagy zavartalanul kezelhette le a labdát, és megindulhatott előre. Kiugratta Szalkait, aki elvitte a labdát Gyatyel mellett, de kissé kisodródva az oldalhálóba lőtt. A második vendéghelyzet ébresztőt fújt csapatunknak. Rövid passzos játék után Olá ívelt pontosan Bata lábára, a csatár azonban centikkel, de céltévesztett. A 22. percben Domonyi lépett ki a les határról, a létszará tartó labdáját viszont Gyatyel kiütötte. A 26. perc, egyre többet veszélyeztetett a DMTK, és ennek most beérett a gyümölcse. Pesti labdáját Bata jól vette maga elé, és egy jól helyezett lövéssel kiegyenlített. A 40. perc. Olá, Pesti. Két ember között ugrotta ki Szabó Bencét, az ő labdáját azonban könnyedén húzta magához a vendégkapus. Két perccel később nagykátai szabadrugás. Nagyszerű lövés, de Gyatyel a helyén volt. A másik oldalon is belefért még egy szabadrúgás az első 45 percbe. Bata beadását Tóth Ferenc csúsztatta meg, és a kapus csak másodszorra tudta kiütni a labdát a kapu elől. A második félidő már jobban kezdődött. Pesti szögletét követően Csizmadia próbálkozott átlövéssel, de a labda levágódott. A helyzet így majdnem oda lett, de Bata begyűjtötte a labdát, Olá visszaküldte a 16-osig, és végül csak sikerült helyzetet kialakítani. Ez Szalai pontos lövésének köszönhetően góllal végződött, amivel a Haraszti megfordította a mérkőzést. A 6. perc, Szalkai adta el a labdát a félpályánál, így ellen támadásba lendülhetett a DMTK. Vitányi, Szabó, a beadást pedig Bata a kapusba lőtte. A
60. perc, Hári szerzett labdát a nagykátai 16-os előtt. Tőle Vitányi kapta, érkezett a beadás, de Szabó nem tudott ráfordulni, inkább legurított a Kovács Galavicsnak, a lövés azonban Jócskán a kapu fölött hagyta el a játékteret. Perc. Ekkorra már szinte egy kapuzott a Haraszti, és Bataki is hiány megszerezte a harmadik hazai találatot is, de egy védő blokkolta a lövését. 2 perccel később Bata szögletét Pesti bólintotta a kapu mellé 1 méterről. Perc. Vitányi vezetett jobboldali akciót. A beadását Szabó lőtte el kapásból, de eltörte a labdát, így ez a helyzet is kimaradt. Néha-néha azért a vendégek is eljutottak a hazai 16-osig. A 75. percben Domogyi hozta magát helyzetbe, és majdnem kiegyenlített. A 82. percben megint beszorult a nagykáta, és a DMTK nehezen találta a részt a vendégvédelmen. Végül Kozári lövése jött ki a kapusról, a kipattanót pedig Szalai a kapufára küldte. Két perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor egy elhalt vendégakció után gyors támadást vezetett a Dunaharaszti. Vitányi és Szabó közös erővel lépték át a félpályát, majd a villám léptű 8-as tovább vitte a labdát. A bepassza után Hári, majd Bata, és a háló volt a labda útja. Bata Csongor a 15. gólját szerezte a szezonban, és a 3. egymást követő mérkőzésén tudott duplázni. Perc. Domonyi kapott labdát a bal szélen, befelé húzott, és egy távolő lövéssel próbálkozott, ami pontos volt ugyan, de erőtlen, Gyatyelnek nem okozott gondot. 1 perccel később Vitányi, Szabó és megint Vitányi. Jól játszották be a jobb szélt a mérkőzésen. A kapu elé érkező beadást szögletre mentették az érkező Kozári elől. A játékvezető a 91. percben lefújta a találkozót, amelyen megérdemelt hazai siker született. A nagykáta megnyomta az első félidőt, és remekül játszott, de a Dunaharaszti jól reagált az ellenfél vezető góljára, és türelmesen, a második félidőben sok helyzetet kialakítva, megnyerte a mérkőzést.